Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A személyes áldozatot Elmond Sándor édesapáért ajánljuk föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor én is sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyilasztással. Én ilyen a védkem. Kérem azért a boldogságot, minden jó szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreit, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz Isten. Uram, hogy higgyek benne. Jézus azt felelte,
Látod őt, aki veled beszél. Ő az, mint az ember így szól, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután én is ezt mondtam. Ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Még hallotta ezt a néhány körülálló farizeus is, megkérdezte, csak nem ne vagyunk mi is vakok. Jézus így felel, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmaradtok, megmaradt bűnötök. Ezek az evangélium igényé. Kedves testvéreim, Urunk Jézus nyilatkozik a vakok születetről, amikor azt mondja, hogy se ő nem létkezett, sem a szülei nem létkeztek, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulnia bennem. Isten tetteit pedig Jézus tette, az ő tettei mutatkoztak meg ebben a vakon születetben, nem csak akkor, amikor megnyitotta a szemét, hanem akkor is az Jézus tettei mutatkoztak meg benne, amikor vakon született és egészen Jézussal való találkozásig szenvedett és nem létkezett, vagyis hogy bűntelen volt a maga módján. Jézus mondja ezt, hogy tulajdonképpen egy ítéletet, hogy nem a bűnei miatt. Hát, hogy bűnei voltak, az minden embernek van az általában bűnösségűsége miatt, de nem a bűnössége miatt voltak. Vagyis nem a bűnei miatt szenved, ártatlanul szenved, és ebben Jézus tettei mutatkoznak meg benne, aki ártatlanul szenved majd értünk. Ebben az evangéliumi részben töményen megjelenik Jézusnak előre a pere. A pere, amelyet halálra adja értünk. És megjelenik benne a per és a halálhaladottságnak a gyümölcse, a megvilágosodás, a keresztény, amely gyümölcse Jézus perének, kiszenvedésének és halálának, amely a föltámadásra akarja elvezetni az ember. Világossága vagyok a világnak, amíg a világban vagyok, mondja Jézus, hogy megvilágosítsam az embert, a szíve közepét, mert az ember azt nézi, ami látszik, hogy hogy néz ki, milyen az arca, milyen a szeme, milyen a ruhája. Az Úr pedig a szívre tekint. A szív itt pedig feltétlenül nem biztos, hogy egyszerűen csak ezt kell mondani, hogy a lélek, mert a léleknek is sokszor egész elfelejtett értelmét érti az ember. Egy láthatatlan, nem is tudom, mivel magyarázott valamit, holott az ember maga a teljességében, a lélekről beszélünk is, kéz, láb és szem, ez kiderül az evangéliumokból, például akkor, amikor szegény gazdag és a dúsgazdagnak a példázatában a dúsgazdag mondjuk, hogy a testét ott hagyta a földön, rothad eltemették, és a lelke van a pokolban, annak nyelve van, beszél, feje van és szeme és keze. A szív a Biblia szemében az embernek a központja. A szívével gondolkodik, a szívével akarhat is szeret, a szívével van érzelmei, a szívével néz, a szívével emlékezik, a szívével meg kéne találnia az összeszedettségét, az egységét és az irányítságát. Az összeszedettségét, amellyel Istenre tekint, és a nézését, a látását, amelyben Jézusban megváltja az Istent, a Teremtő Istent, a Fiú Istent, aki által az Atya mindent teremtett, és aki által az Atya újjá teremtette az emberiség életét. A szívében kéne megkerfedezze és lássa Jézust. A szívében kéne higgyen benne, a szíve kéne tiszta legyen, hogy boldog legyen, hogy meglássa az Isten a názáreti Jézusban. Sarat tett a szemére.
A föld orrával a nyálát keverte össze. És így szólt, eredj, mosakod meg a sikolyat a lábam. Az elment, megmosdott, és amikor visszatért, épp volt a szemem. Itt van a szimbolizmus, amely összekeveredik a másik szimbolizmussal, a perlekedéssel. Sarat tett, mert az ember a föld orrából alkotta az Isten. A nyálával keverte össze, a Fiúisten, aki megjelent emberként, önmagát adja nekünk, hogy a föld orrából újjá tudja teremteni az ember. Mint ahogy szimbolikusan megkenik, és azt mondja ezzel neki, hogy újjá teremtem. Eddig nem láttál, most ezután láss. Eddig nem láttad azt, hogy mi a görbe és mi az egyenes, csak hallottál róla. Most ezután lásd, hogy mi a görbe és az egyenes, mi az ember görbe útja és mi az egyenes útja. Hogy az egyenes út én vagyok, ami tőlem eltér Jézustól, az mind görbe. És nem lehet egyenes. Elmegy, mert engedelmes. Elmegy, mert hisz Jézus szavában. És a hitel által elnyeri a megvilágosodást. A Siloé tavánál megnyílik a szemem. És ez a szimbolikus jelentése a kereszténységnek, a kereségnek. Megvilágosodni, megérteni az Istennek az üzenetét, megérteni azt, hogy én, aki vagyok, az Isten teremtménye vagyok. Megérteni azt, hogy mit jelent Isten képe és hasonlatossága lenni. És ezt meglátni Jézus személyében, az ő emberségében, és ennek a nyomába eredni, őt másolni, egyenes úton menni az Atya felé, a Teremtő Isten felé, megtapasztalni a Teremtő Isten jelenlétét és örömét, és végül bejutni a halál kapuján át, mint ahogy ő jött az út a számunkra, és ő is a halál kapuján átvitte be az ember természetét, az örök boldogságba. Bemenni oda, amit nekünk teremtett az Isten, megvilágosodni a keresztény, a szívünk megvilágosodjon, és lássuk, hogy az összeszedettségünk Jézussal kell legyen, az irányultságunk Jézus személye kell legyen, vele kell az egységet elérni, és akkor tiszta szívvel boldogan látjuk őt, és a látásunk boldog, mert velünk van Emmanuel. Megvilágosodni, azaz megkeresztelkedni, és mindennek szimbolikus előképe ez, amit itt látunk. Előképpénk ott van, ami aznál utána beteljesedik minden egyes megkereszteltetben. Megkereszteltetben. Mert vakon születik az ember, az áteredő bűn sötét homályában él, tapogatózik, és a keresztény misztériuma megnyitja az ember szemét. Hogy lássa, és ne legyen van. Siloé tava, és János megjegyzi, hogy azt jelenti, hogy küldött. Amikor Sámuel fölkeli Dávidot, attól a naptól kezdve az Úr lelke tölti el, és ez biztosíték arra, hogy megszerezze a királyságát. És Szent Pál azt mondja, hogy mi mindnyájan egy lélekben, egy testén keresztelünk. Mindnyájunkat egy lélek hatott át. Vagyis egy fölkelés az Úr lelke által, hogy megszerezzük a királyságunkat, az Isten királyságát, az Isten országát. És hogy küldetésünk legyen, amíg elérjük ezt a célt ebben a világban. Megmutassuk az utat a királyság felé mások számára is. És a legjobb útmutatás nem is az szó, hanem hogy miközben én megszerzem a királyságot, a Krisztusi úton élem az életemet, eközben küldetésemet betöltöm, először a család körében, a gyermekek körében, a szomszédok körében és mások körében. És így a küldetésemet betöltöm mások irányába. És miközben Krisztusra vetem a szemeimet, eközben a másik emberre vetem a szemeimet.
aki lehet, hogy vak, mert nem lát és nem hisz Jézus Krisztusban. Nem látja azt, hogy mi az élet végső célja és értelme. És elveszi a világ apróságú dolgaiban. És vakságában soha nem hiszi. Nem véletlen a Szent Meckéből, azaz ős keresztény keresztelési himnusznak a megidézése. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rádra jöjj. A keresztelők útnál énekelhették ezeket a sorokat. De aki végre vitte mindezt a föltámadást, az Jézus volt. Az ára az pedig itt feltűnik, és ez az ár, ez végighúzódik az öt követő életén. Az ár, ami itt feltűnik, az ő pere, hogy mi tudjuk, hogy bűnös ez az ember. Nem lehet Istentől való ez az ember. És az őt követőt is éri az ítélet. Minden esetben bűnben születtél, te akarsz kioktatni minket, és kidobták őt. Mint ahogy Jézus is kidobták a népükből, és idegen uralkodó az, aki kidobta a városból, és a keresztalára ítélte. A követőinek sem lehet más a sorsa. Csak az a különbség a mi szenvedésünk és azok szenvedések között, akiknek nem nyílt meg a szemük és nem követik Krisztus, és ez óriási különbség, hogy mi Krisztussal együtt szenvedjünk végig a kivetettségünket, mi Krisztussal együtt szenvedjük végig, ő velünk van és megismétli a perét, a passióját, az ítéleteket, amelyel a világ megítél bennünket, pontosabban a bennünk levő rejlő Krisztus ítéli meg rajtunk keresztül, és így közösen ér az ítélet. Vállaljuk fel az ítéletet, amikor azt mondják, hogy ez nem lehet az, hogy igazad van. Te nem lehetsz magyarul az abszolút igazságtól, Istentől. Mi tudjuk, hogy neked nincs igazad, mi tudjuk, hogy te bűnös vagy, és mi fölvállaljuk az ítéleteket. Mert az ember a külsőt nézi, amit az emberi szem lát. Isten azonban az ember szívét nézi, az ember lelkületét, amelyben ott kell lakjon Jézus, velünk összefordulva. Elítélnek vele együtt, perlekednek a hátunk mögött, annélkül, hogy védekezhetnénk, mint a történetben, amit felolvastak Jézusról szóló, a vakon született történetében, de ezek az ítéletek nem számítanak. Ne engedjük, hogy ránk erőszakolják bűnösségünk tudatát, hogy mi tudjuk, hogy bűnös van. Mert a hamis bűntudat, amit elfogad esetleg a keresztény ember, boldogtalanná teszi önmagát, az igazi bűntudat pedig, hogy látjuk, hogy a szívünk még nem kellően tiszta, az pedig boldoggá teszi az embert, mert a bűnbánathoz vezet, és örülve tudunk örvendezni annak, amit Krisztus nekünk ad, a bűnbánat kapcsán. Egyszer volt a sírója tagunkban, a keresztségben való megtisztulásunk, egyszer volt, hogy világosságot kapott a lelkünk, de sokszor kell megismételni ennek a kegyelemnek a visszanyerését. Sokszor egy életen át az átelevő bűn gyengesége miatt sokszor esünk el, de soha nem tántalodunk meg. Azért nem, mert a bennünk levő lélek mindig segít, hogy visszatérjünk oda, amire talán nem is emlékszünk, mert csecsemőkorban történt. A megvilágosodáshoz, hogy egyedül Krisztusba vetett hittel lehet élni az életet, nélkül pedig az egész egy nagy nyomorúság. Így leszünk mi is a világ világossága. Úgy mutatunk,